Az ötödik ördögi kör, ami fenntartja és fokozza az önbizalom hiányodat, az akkor alakul ki, amikor hirtelen túl nagyot akarsz változtatni. Ugye nem egy önbizalom guru mondja azt, hogy a komfortzónán kívül, és csak csináld, és csak menjél, és majd akkor megjön az önbizalom. Hát azért ez nem ilyen egyszerű. Természetesen ebben van igazság, hiszen az önbizalom az akkor tud épülni, hogyha tapasztalsz, tehát hogyha megtapasztalod, hogy képes vagy dolgokra. És ez nagyon fontos, hogy muszáj erőfeszítést tenni, és muszáj egy picikét bevállalni kockázatot és stresszt. Te nagyon nem mindegy, hogy mekkorát. Ugye, hogyha magadra erőltetsz egy akkora ugrást, hogy mondjuk azt mondod, hogy te nem szeretsz szerepelni, és rögtön kiállsz egy színpadra, akkor valószínűleg, meg valóban az a kudarc fog érni, amitől rettegsz, és visszavet sokkal-sokkal az önbizalomfejlesztésben. És akkor ebből már ki is találhatod, hogy az egyik fontos tanácsom az az lesz, hogy kis lépésekben. De ha szeretnéd ezt pontosabban és részletesebben hallani, és a többi önbizalomfejlesztő tippet is, akkor kövess be, mert most jön az a sorozat, amiben arról fogok beszélni, hogy hogyan változtassatok az önbizalom hiányon, mert hogy ezt a rengeteg ördögi kört is azért le lehet győzni, és lehet fejlődni az önbizalomban, és lehet tenni érte, úgyhogy ezek a tippek következnek most.